Üdvözlök mindenkit, Necroclean vagyok, jön a második rész a YOLO Warframe-ből. Ahogy megígértem, elhoztam nektek a Umbral Oberont, mert hogy YOLO konkrétan, és szerettem volna megtudni, ugye, hogy ha az Umbra Warframe, Umbral modokat belerakom a Warframe-be, konkrétan Oberonba, akkor mi fog történni? Ugye egyszerű volt a fejlesztés, mivel megvan az Oberon Prime, így aztán nagyon nem sajnáltam bármit is csinálni a sima Oberonnal. Aki kíváncsi az első részre, az a Nidussal csináltam ugyanezt meg. Őszinte leszek, a nagyon durván elégedett vagyok azzal a bilddel, amit kihoztam, érdemes lecsekkolni ezt a videót. És ugye ott megígértem, hogy elhozom nektek Oberont, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Hát ugye a teszt az Moton zajlott, aki nem ismerné Motot, Warframe legbrokenebb survivorre, az híres arról, hogy az enemik broken damage-et csinálnak, tehát hihetetlenül nagy damage-et tudnak kiosztani, és az életük is nagyon-nagyon skálázódik. Ennek eredményeképp fél óránál konkrétan már úgy érzed, hogy máshol már bőven egy óra fölött jársz, egy óránál jársz egy normális Survivoron. Szóval, hogyha nagyon őszinte akarsz lenni magaddal, akkor a solo Survivor buildedet, vagy egyáltalán a Survivor buildedet Moton teszteled le, mert ott úgy igazán kimutatja a foga fehérjét annak a buildnek a gyengesége. Szóval mondom a saját handicapemet, és mondtam is a Nidus videóban handicap alatt a.k.a. kifogást, okay, hogy mit használtam és hogyan gondoltam ki ezt a tesztet, hogy lefoljon, ugye. Szóval Oberonnak csak a hármas képességét használtam, semmiféle crowd control képességét nem használta, nem mint hogyha olyan über nagy crowd controlos lenne, de a kettes képessége azért tud crowd controlt csinálni, nem mintha nagy lenne a range-em, de a buildet meg fogjátok látni mindenképpen, megmutatom. Szóval semmiféle crowd control képességet használtam, only secondary fegyvert, bár a Piranha Prime az elég OP, de only secondary fegyvert használtam, és ugye limitált golyó, blablabla, nem kell elmagyarázzam, és úgy vágtam neki egy mod Survivornek Umbral modokkal felszerelve, és lássuk, hogy mennyi damage-et tud elnyelni, mennyire tud tankos lenni. Kétszer futottam neki, mert hogy elsőre ez történt. Ugye ezt már egyszer megmutattam a Nidus videóban, de konkrétan ez történt, és ott még a képességet is használtam. Na de, nem úgy van az, hát lenyomom én a rendszert, persze nem úgy van az. Azért voltak pró, nem csak negativitások, ugye a próba a buildemben benne volt a Phoenix Renewal. Ugye a Phoenix Renewal az azt csinálja, hogy megakadályozza, hogy halálos sebzést kapjál, egyszer minden 88. másodpercben, szóval konkrétan egyszer megakadályozza, hogy meghaj, és ha kibírod 88 másodpercig, akkor jó vagy, ugye. De nem ez volt benne a pró, mert természetesen a Survivor-re mész, akkor Phoenix Renewal-re gondolsz, hogy, ugyebár, hogyha Oberonról van szó. Nem, hát úgy voltam vele, hogy az energiám úgyis mindig maxon volt a jelenti. Közben ezért belerakom a Quick Thinking-et, szóval a Phoenix Renewal, Quick Thinking, a kettő együtt, amíg a Phoenix Renewal-re jár, érted? Addig esetleg kibírom a Quick Thinking-el, és a Phoenix Renewal mire meg tud újulni, és újra elkapcsolni, addig a Quick Thinking majd engem megment. Hát, ez meg... Azt a kurva, én nem tudom, hogy mennyi armorodnak és mennyi életednek kell legyen, hogy konkrétan egy lövés kibírjál egy bizonyos perc után Void Moton egy bombard lövést, érted? És azért Mot az nem szórakozik az emberrel, szóval Nullifier shieldje alatt megtalálod az Ancient Healert, a bombard és a Heavy Gunnert is, no problem, és ezek közül a legdurvább, aki instant tünteti el az életedet, az a bombard. De azért már jártam úgy Moton, hogy a tetves 30. percénél a Nullifier végzett ki, a Nullifier shieldje arra, mert nem tudtam időben lelőni a Nullifier shieldet, és akkorát damage-elt már csak egy szaros Nullifier, hogy simán ledarálta az életedet. Szóval, nem probléma, hogyha mind emezen
dolgokkal vágtam neki, és őszinte leszek veletek, felhasználtam az összes életemet, szóval nem arról van szó, hogy mert egy adott ponton, ha nem figyelsz, és nem vigyázol, és fogy a life support, és minden, akkor hajlamos egy hülyeséget csinálni, insta halál, benne van, úgyhogy ne lepődjetek meg, de ez a build, amit csináltam, azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon működő képessé és OP-vá tudja tenni Oberont. Miért mondom ezt? Csak hogy egy kicsit mélyebben megértsétek. Régebben, illetve mostanság is, hogyha az ember Survivor-re megy, akkor egy-két kulcsfontosságú dologra gondol. Lehetőleg egy olyan warframe-et lesz, aminek van valamiféle tömegszabályozás, és azt masszívan használja. Kettes képesség, de természetesen viszi a legópébb fegyvereit, amivel gyorsan és hatékonyan tud ölni, hogy a life support droppoljon. És a harmadik, amikor nagy a gáz, és pá, pedig moton nagyon gyorsan nagy a gáz, akkor mit csinál? Előveszi a Life Strike-os kardot, vagy a Healing Return-ös kardot, és azzal darál neki. Na most, nálam nem volt Life Strike. Az egyetlen segítségem, hogy őszinte legyek, ugye az a Tenno volt. A Tennoval tudtam elkapcsolni a life supportokat, és a Tennoval tudtam kivárni azt az időt, amíg az Oberonnak visszatölt az élete. Szóval az élete az 100-at töltött a második build-nél, 100 akárhányat, 100-at töltött, meg fogom mutatni a build-et. 100 akárhányat töltött, szóval gondoljátok végig ezt a fajta handicapet, ami volt konkrétan a Warframe-nél, ugye? Csak hármas képesség, nincsen CC, only pistol, nincs life strike-os kard, volt egy Phoenix renewal-em, quick thinking-em, de látszik a videóban, hogy szart se ér. Bizonyos, jó szart se ér relatíve, de bizonyos idő után a quick thinking nem tud megmenteni. Szóval még az sem olyan nagy a damage, hogy az életeddel együtt tűnik el az energiád is, amit a quick thinking, egy maxos quick thinking felhasználna. Ez sok. Szóval ugye, amikor pánik van, a legtöbb ember előveszi a life strike-os kardját. Ha nálam lett volna az a life strike-os kard, akkor egy kicsit mindjárt másképp lett volna a dolgoknak a fekvése, de nem volt nálam life strike-os, úgy döntöttem, hogy nem használom, csak hogy az endurance részét tudjam kitesztelni ennek a Warframe-nek, és hogyha így látjátok ezt a gameplayt, amit itt mutatok nektek, akkor már mindjárt más szemszögből közelítitek meg azt, ahogy játszok és amit csinálok benne, mert ugye könnyebb elmenni magasabb szintekig, hogyha fel vagy igazán készülve, ott a Life Strike-od, ott a Healing Return-od, ott a Kalantinod, vagy ott az OP zavod, vagy bármi, amiben benne van az a valami, ami visszatölti az életedet, és Oberon esetében azon kívül, hogy az én buildemben 100 energiát kapsz másodpercenként, ha még a Life Strike még rámegy, és emellett ugye a megnövekedett armor, az Arcane Guardian által biztosított bónusz armor, ami még rámegy, mindjárt másképp lett volna ez a dolog. Még így sem garantált, hogy képes lenne kibírni egy bombardlövést ezen a szinten, hogy őszinte legyek, ezt is ki kell próbálni, és hogyha van kedvetek, akkor live streamen kipróbáljuk, hogy az egy live strike-kal egybevéve mennyire lehetne bírni azon a bizonyos moton, de live-korra szarint szeretném kipróbálni, ugyanúgy csináltam egy szarint buildet, umbral szarint buildet, és ott szeretném kipróbálni ugyanilyen körülmények között, hogy no life strike, only Tenno, és a többi, szóval nem az, a Tenno tud nagy segítség lenni, de nem tudsz túl hosszú ideig Tennóban maradni, hogy feltöltődjön a Warframe-nek az élete, mert ölnöd kell ahhoz, hogy fel tud tartani a life supportot. Szóval, hogy őszinte legyek, ebből a szempontból ez a build tökéletesen, szóval bárhol máshol
Több mint valószínű, hogy szólóba sokkal, de sokkal hosszabb ideig tudnám menni, nem beszélve arról, hogyha még fel is vagy készülve fegyverek terén. De persze, a Piranha Prime OP nagyon-nagyon eltüntette a Heavy Gunner-öket, a bombardoknál ugye meggyűlt a baj, mert korrozívra volt húzva, de az se volt lehetetlen, és amikor valahol volt egy Ancient Healer, akkor természetesen, hát igen, a damage vissza van fogva némileg, de amint megtaláltam az Ancient Healer-t és eltüntettem, akkor már mindjárt jól működött a Piranha Prime is. Szóval nem egy gyenge fegyver, de mégiscsak only pistol, értitek, mert hogy jóló. És akkor hozzáadok még egy bónuszt, hogy még tisztábban lássátok, hogy mit lehet elérni ezzel a build-el. Ugye mi történik Warframe-ben? Ugye 200-as szintnél valahol már az enemik már olyan damage-et dílelnek, nem beszélve itt moton, az enemik már olyan damage-et dílelnek, hogy konkrétan már rá vagy kényszerülve, hogy elővedd a kardodat és a Lifestrike-kal, Healing Liternál, Tenóval, amivel csak tudod, kezd el feltölteni az életedet, miközben ott van nálad az a tetves OP elsődleges fegyver, és nem tudod kihasználni, pedig tudod, hogy egy-két lövéssel eltüntetnéd azt a tetves 200-as szintű enemit gond nélkül, lebontanád az armorját gond nélkül, vagy egyszerűen eltüntetnéd simán az életét, le tudnád lőni, de nem, kénytelen vagy kardra váltani, mert ugye a Warframe-ed nem bírja ki azt a bizonyos damage-et, ha csak nem rákontrázol valami életfeltöltés féleséggel, és az ugye természetesen megakasztja a játékot. Mégpedig, ha belegondoltak itt ennél a gameplay-n, amit láthattok, azért motról van szó, szóval egy normál survivoron magasabb szinteken lennél, fegyverrel megyek, fegyverrel mászkálok, fegyverrel lövök, szóval kihasználom azt a Piranha Prime-t maximális szintig, és nem vagyok rákényszerülve túlságosan, hogy egy kardra váltsak és feltöltsem az életemet, és utána csak karddal megyek, mert hogy túlélés a lényeg. Egy simán egy fegyverrel megyek, és kitankolom, és kibírja, és voilà, c'est fini, értitek? Nos, nem is húzom tovább az agyatokat, íme ez a build. Megint csak, hogy is mondjam, egy standard build tulajdonképpen Oberonra, semmi extra, az Umbral modokat leszámítva, ugye minden másik build, minden másik mod, bocsánat, elérhető, és nem kell legyél übermester a dolgoknak, és hogyha Master Rank 6, 7, 8, 9, 10-nél jársz, akkor már kijátszottad az Umbra Questet, szóval az Umbra modok megvannak. A fáradtság, amit venned kell, hogy kiformold az Endót, ugyebár, és megszerezd a kreditet, viszont nem kell neked is 10-es rankra kihúzni azokat az Umbra modokat, elég 9-es rankra kihúzni azokat az Umbra modokat, mert sokkal olcsóbb, mint a Prime és Umbra modoknál az utolsó szint meglépése, az a legdurvább, az kerül a legtöbbe, az viszi el igazán a vagyont, szóval a 9-es szint bőven megfelelő, hogy őszinte legyek, szóval én meg úgy őszintén nem tudom eldönteni, hogy benne hagyom a quick thinking-et, vagy valami más rakjak be, mondjuk egy armored agility-t, de egyelőre marad a quick thinking, mégiscsak biztosabb valamilyen szempontból, bár így is instant tüntette el az életemet a játék már annál az adott percnél, és egy adott ponton ki fogom próbálni Lifestrike-kal, nem tudom, egy OP fegyverrel, valamivel, amivel tömegszabályozni, tehát több tömegszabályozás rakok a játékba, használni fogom az ultimat, ugye, hogy az enemiket elfektessem láborról, hogyha arról van szó, szóval más körülmények között fogom használni, és majdnem biztos vagyok benne, sokkal több ideig, sokkal jobban, főleg hogyha ott lesz nálam a Lifestrike a kardban, szóval az nagyon sokat dob alatba. Főleg egy ennyire felerősödött élet és armor téren egy Oberonnál mindenképpen. Nos srácok, köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, Discord szerverünk bárki számára elérhető, lehet csatlakozni a klánunkban is, jelentkezni a Facebookon keresztül lehet, illetve kérdéseket is lehet ott feltenni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!